A kertészkedés az mindig azért az életem része volt, tehát hogy én ezt beszívtam magammal gyakorlatilag gyerekkorom óta, és tényleg nagyon szerencsésnek érezhetem magam, hogy egy olyan családban nőttem fel, és ott a Bakonyban, ahol felnőttem. Amikor újra elköltöztünk falura, akkor kezdtem komolyabban foglalkozni vele, illetve ugye magaságyásokkal. Tehát nálunk itt nagyon rossz volt a talaj, és elkezdtünk magaságyásokkal dolgozni, foglalkozni, és ez nagyon új volt akkor még. Aztán kiderült, hogy erre így van igény már arra is, hogy ezt a tudást így átadjuk, és akkor a megtermelt zöldségre is jöttek a vásárlók, meg az érdeklődők. A családi háttér az nagyon fontos, tehát a támogató férj nálam elengedhetetlen. Hogyha ő nem lenne, ő nem bíztatott volna, akkor biztosan nem tartanék itt. A gyermekeim pedig ugye ebbe belenőnek, tehát hogy ők szeretnek kint lenni, ők már itt megismerkednek az ágyásokkal, nekik természetes az, hogy ugye innen szedjük a zöldséget. Gaztevő, mint zöldségtermesztés, ezek biozöldségek, amik friss fogyasztással elérhetőek, ezeket a zöldségeket fel is dolgozom. Van oktatás is, tanfolyamok, ami egész évben elérhető, vagy vannak ilyen kisebb etapok is. Most is lesz egy fiatal álláskeresőknek igazából, akik még keresik az útjukat, és a biokertészet az érdekes lehet a számukra, ezt egy projekt támogatja. Webináriumok, illetve az egyik kis szívügyem, ami még gyerekcipőbe jár, ez az Ovikert. Ott készül egy könyvem, amiben mesék vannak, zöldségekről szólnak, és biokertészeti alapok. Több óvodában már Szombathelyen is, illetve itt Balogonyomban is már magaságyásokban kertészkednek az óvodások, és akkor megtermelik magunknak a kis sárgarépájukat, salátájukat, snidlinget a kis tizoraihoz. A workshopon most mikrozöldekkel foglalkoztunk, igazából a csíra nagy tesója, én csak azt szoktam mondani, óriási különbség van a kettő között. Választhattak többféle mag közül a résztvevők, talán a legkedveltebb a vöröshere, vöröskáposzta, retek volt. A retek egy picit csípősebb, mindenféle biomagból lehet egyébként ezeket készíteni, amik elérhetőek bioboltokban is, vagy amit mi magunk fogunk vissza magokat a kertünkből. Egy pici közeget kell neki keresni, ez lehet zöldségföld, vagy kőzetgyapót, tetejére rászórjuk, és akkor vízzel permetezzük. Körülbelül 8 vagy 10 cm az állapot, amikor őket szüreteljük. Ők nem nőnek már meg újra, egyszerű szüretelés után akkor ezt a közeget, ezt komposztra lehet dobni. Nagyon egészséges egyébként, és mivel színesek, a csírával ellentétben magas a klorofil tartalmuk is. Az Ökológiai Intézet szervezett egy biokertész tanfolyamot, 2 éve azt hiszem, azon vettem részt, az egy egész éves tanfolyam volt egyébként, egy elméleti és gyakorlati része is volt, illetve egy aranykalászos gazda tanfolyamot végeztem. A biokertészet ma Magyarországon abszolút egy hiányszakma, autodidakta módon lehet tanulni, illetve léteznek biokertész tanfolyamok, de ezen kívül sajnos nem tudunk tanulni itthon. Mindent autodidakta módon tanultam meg, külföldi szakirodalmakból főleg. Ausztria például élen jár a biokertészetben, Anglia is, illetve eljárkáltam olyan kertészetekbe, ahol már biokertek vannak, és akkor ott tanultam főkertésztől. Szakma szépsége számomra maga a teremtés, hogy létrehozok valamit gyakorlatilag a semmiből, és ez egy nagyon jó dolog, egy szuper dolog. Én kommunikálok a növényeimmel, és nagyon sokat adnak nekem. Én, ha kint vagyok, akkor feltöltődök. A nap és a levegő, a zöld környezet, ez egyébként kimutatott tény, hogy ez nyugtatja az idegrendszert és segíti az emberek lelkét. Abszolút ezt tapasztalom. Én szárnyalok a kertben. A szakmát azoknak ajánlom, akik hasonlóan éreznek a kertben, tehát amikor kimennek, és ő nekik egyfajta töltést ad, illetve van lehetőségük arra, hogy esetleg ezzel foglalkozzanak. Úgy értem, hogy esetleg területhez hozzá tudnak jutni, van esetleg gazdaság a családban. A növények érzik a törődést, és ezt meghálálják, és ez sejtszinten is érződik.
Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.